Üdvözlöm Önöket, kezdődik a program, pont már is mondom a részleteket, tartsanak velünk! A 22. Borsodi Fonó Folk Fesztivál első napján a Csík zenekar koncertjét láthatja a közönség pénteken este 7:30-kor a Diósgyőri Várban. A zenekar immár 20 éve meghatározó szereplője Magyarország népzenei életének. Mostani koncertműsorában elsősorban magyarországi és erdélyi magyar népdalok, illetve táncmuzsikák hallhatók. Az est folytatásaként az Ocsó-macsó garantálja a bulizós hangulatot este 10 órai kezdettel. Hitvallásuk, élőzenét és koncerteket mindenkinek. Zenei stílusukban a reggae, a ska, a punk és a latin találkozik, melyeknek szimbiózisából egy fergeteges hangulatú koncertre számíthat a közönség. A 19. század első felében a középbirtokos réteg jelképévé a táblabíró alakja vált, akiről e korszakot a táblabírák korának is szokás nevezni. A reformkor ezen időszakának nemesi udvarházaiba kalauzolja a közönséget, a Szemere Szalon soron következő előadása június 1-én, pénteken délután 5 órai kezdettel a papszeri épületben. A látogatók megtudhatják, hogyan laktak, mit viseltek, hogyan zajlott a családi és a társasági élet a vidéki kúriákban. Az időutazást korabeli szövegek és képek teszik élményszerűvé. Nyílt nap lesz a Miskolci Állategészségügyi Telepen szombaton délelőtt 10 és délután 2 óra között. Ismét lehet majd sétáltatni az itt élő kutyákat, és örökbefogadásra is lesz lehetőség. A telep továbbra is szívesen fogad adományként használt edényeket, takarókat vagy szőnyegeket. Végül egy színházi programot ajánlunk. Keszig László rendezésében láthatják a Györgyike Drága Gyermek című darabot pénteken és szombaton este a Kamara Színházban. Szomori Dezső a századelei polgári színműirodalom képviselőjeként tört be az akkor legnevesebb fővárosi színházak színpadára. A Györgyike Drága Gyermek az egyik legjobb érzelmet, humort és társadalomkritikát ötvöző darabja. Kedves nézőink, ennyi fért mai programajánlónkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak, nézzenek minket pénteken is a híradó után, viszontlátásra! A műsor támogatója, a Tommy Hilfiger forgalmazója, a Roland Divatház.